ide jönnek, berakják a szekrénybe a telefonokat. A diák társaim nagy része eléggé nehezen bírta. Ettől a tanévtől kezdve a diákok nem vihetik be a mobiltelefonokat és más okos eszközöket a tanórákra. A készülékeket nap elején le kell adni az iskolában, majd a tanítás végén újra fel lehet venni azokat. A diákokat, szülőket és tanárokat arról kérdeztük, hogy hogyan reagálnak erre a rendeletre. Új szabályok lépnek életbe. Mostantól egy kormányrendelet értelmében korlátozzák az általános és középiskolákban a mobiltelefon és internet hozzáférésre alkalmas úgynevezett okos eszközök használatát. A Magyar Nemzet által megkérdezett szülők közül alig néhányan ellenzik a döntést. Az elsőprő többség támogatja az intézkedést. Korlátozzák az okos eszközök használatát az iskolában. Mit gondol erről? Jól teszik. A minisztériumban is ugyanezt be kell vezetni, ott is akadályozza a munkavégzést. Tehát reggel ugyanúgy le kellett adni a mobilokat, és én teljesen egyet. Iskolában nincs szükség rá. Tudjon jelezni, hogy ideér, tudjam követni, hogy hazaér, hogyha egyedül közlekedik. De azt gondolom, hogy az iskolában nincs szükség arra, hogy bármi üzenetet küldjön, videót nézzen, bármi ilyesmire. Mit okoz egyébként ön szerint a telefonok használata iskolában, vagy mit okozna, hogyha nem korlátozna? Nagy zűrzavart és gyakorlatilag átláthatatlanságot, tehát hogy a hány gyerek, annyi család azt hoz be, mindenkinél azt gondolom mások az otthoni privát szabályok, tehát én nem szeretném, hogy az én szabályaimat más által szegje meg a gyerek. Egyetértek. Nem, hogy miért? Mert nincs, szerintem nincs szükség a gyerekeknek erre. Én is pedagógus vagyok, és én is megoldottam. Ahhoz vicce, hogy a diákok egy része fölháborodott ezen? Ez természetes velejárója? Persze, hát mondják el a véleményüket, és nyilván van a helye, tehát hogy az a nem, tehát hogy, de szerintem itt is van arra mód, hogy használjuk ezeket, amikor szükség van rá. Nagyon helyesnek találom. Elmondja nekem, hogy miért? Mert nem oda való. Egyszerűen a gyerekeknek nem erre van szükségük, hogy az iskolai időben ezzel foglalkozzanak. A szülőkkel ellentétben jó néhány diák a szabadság megfosztásaként éli meg az intézkedést, sőt már azt is tudják, hogy hogyan játsszák ki a rendszert. Van, aki több mobiltelefont visz be és egy régit ad le. Eléggé lázadnak, meg nem szeretnék ezt beadni, és pont ezért kicsit azért meghágjuk is ezt a szabályt. A Patrona Hungáriai Általános Iskola Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola már egy éve bevezette az intézménybe pont ugyanezt a rendszert. Így a diákok már tapasztalatból mondhatták el véleményüket a rendeletről. Szerintem nem volt olyan nehéz túlélni, mert a tanáraink is, meg úgy összességében volt közöttünk egy ilyen megegyezés. Ilyen egészséges korlátok között voltunk tartva, tehát hogyha órán például sokszor vannak már olyan órák, ahol a feladatokhoz szükségesek a telefonok, akkor szabadon hozzáfértünk a telefonokhoz. Leginkább nálunk ez jobban a bizalomra volt építve, mint sem a komoly szabályokra. Hogy lehetett kibírni az életet az iskolában telefonhasználat nélkül? Hát nekem régen nem volt telefonom, tehát hatodikig én nem telefonnal nem éltem. Szóval én nagyon könnyen át tudtam ezt észelni, hogy ugye el is vették még a telefont. Viszont a diák társaim nagy része eléggé nehezen bírta. Néhányan ugye ki is játszották ezt a rendszert, de eléggé közösségépítő ez a telefon elvétel, tehát nem annyira problémás számunkra. Hogy tudnak ezzel együtt élni a diákok? Hát ez egy izgalmas kérdés lesz a mai napon. Én azt gondolom, hogy az általános iskolás diákjainknál igazából nagy változás vagy változást ez nem okoz, hiszen mondom, eddig is körülbelül ez volt a helyzet. Ebben az intézményben minden teremben zárható asztalban tárolják a készülékeket, amit reggel betesznek, majd délután visszakapják azokat a diákok, mondta a Magyar Nemzetnek Vándor Ildikó főigazgató. Reggel, amikor a lányok bejönnek az osztályfőnöki 10 percre, 7:50 és 8 között, akkor elsőre mindjárt ide jön, lepakolnak és ide jönnek, berakják a szekrénybe a telefonokat, és általában nem is kell ezt mondani, mert ezt ők tudják, tavaly már egész évben ezt így csináltuk, itt bezárjuk a szekrényt, mikor mindenki készen van, és akkor szépen én bezárom az ajtót, kiveszem a kulcsot, és elviszem. Vándor Ildikó szerint szakmailag is indokolt a korlátozás, ugyanis a diákokban és egyébként a felnőttekben is már függőség alakult ki. Egy éves tapasztalatuk szerint pedig jóval jobban tudnak így koncentrálni a tananyagra, és a szociális kapcsolataik is egészségesebben fejlődnek.
egyszerűen azt hiszem elszabadult hajóágyúként működik ez a telefonozás, azért, mert gyakorlatilag állandóan a telefonjukat nyomkodnák, hogyha nem vesszük el tőlük. Már a kommunikáció is úgy megy, hogy ülnek egymás mellett és egymással csetelnek, miközben ott vannak egymás mellett. Mi jobban szeretnénk, hogyha sokat beszélgetnének egymással, jobban odafigyelnének az órán, és hát a szakértők véleménye is az, hogy ártalmas egészségileg is, mentálisan is a gyerekekre ez a rengeteg telefonozás, és mi ezzel egyetértünk. Hazánkon kívül egyébként már Hollandiában is betiltották az iskolai telefonhasználatot. Belgiumban ugyanezt tervezik, és fontolóra veszik Franciaországban és Írországban is. Döbbenet, hogy eddig lehetett használni bizonyos iskolákban. Úgy gondolom, hogy ez a természetes, hogy a gyerekek beszélgessenek egymással, barátkozzanak, társas kapcsolatokat építsenek, és odafigyeljenek a tanórára, ne a okos eszközeiket nyomkodják. Úgyhogy én nagyon díjazom ezt a döntést.